Kilencedik fejezet És házamba bátran, szabadon lép be, mint gazdasszonya. Ott álltam előtte meg őve, megszégyenülten, gyalázatosan nagy zavarban, és azt hiszem mosolyogva minden erőmmel gyekeztem összefogni gubancos vattás házi köpenyem szárnyait. Pontosan úgy, ahogy nemrég csügget lelki állapotomban elképzeltem. A pollon miután ott állt mellettünk, vagy két percig elment, de én nem könnyebbültem meg. Az volt a legrosszabb, hogy Liza is zavarba esett, mégpedig annyira, amennyire nem is vártam volna. Természetesen a külső miatt. Üle, mondtam gépiesen, és odatoltam neki egy széket az asztal mellé, én pedig a déványra ültem. Mindjárt engedelmesen leült tágra nyílt szemmel nézett rám, és nyilván várt tőlem valamit. Éppen a várakozásnak ez a naivsága dühített veszettül, de törtöztettem magam. Éppen ilyenkor kell azon igyekeznie az embernek, hogy ne vegyen észre semmit, mintha minden rendben volna, ő meg és homályosan úgy éreztem, hogy drágán megfizető még nekem mindezért. Furcsa helyzetben találtál, Liza, kezdtem dadogva, bár tudtam, hogy éppen így nem lenne szabad kezdeni. Nem, nem, ne gondol semmit, kiáltottam észrevéve, hogy hirtelen elpirul. Én nem szégyellem a szegénységemet. Ellenkezőleg, büszke vagyok a szegénységemre. Szegény vagyok, de nemes lelkű. Hisz lehet valaki egyszerre szegény és nemes lelkű, dörmögtem. Egyébként akarsz teát? Nem, kezdte volna Liza. Várj! Felugrottam és átszaladtam Apollónhoz. El kellett tűnnöm valahova. Apollón, súgtam lázasan hadarva, és elébe dobtam a hét rubelt, amelyet még mindig a markomban szorongattam. Itt a béred, látod? Odaadom, de most rajtad a sor, mencs meg! Rögtön hozza vendéglőből te át, meg tíz-kétszer sültet. Ha nem vagy hajlandó hozni, akkor szerencsétlené teszel egy embert. Te nem tudod, milyen nő ez. Ez a nő. Mindenem. Te bizonyára gondolsz valamit, de te nem tudod, milyen nő ez. Apollón, aki már leült a munkájához, és újra feltette a pápa szemet. Először a tűt változatlanul a kezében tartva némán a pénzre sandított, aztán én rám ügyet sem vetve, egy szóval sem válaszolva, tovább bajlódott a cérnával, míg végül sikerült befűznie. Előtte állva napóleon módra karbatett kézzel vártam vagy három percig. Halántékomat verejték áztatta, sápat voltam, és ezt éreztem is. De hál' Istennek bizonyára megsajnálta, hogy rám nézett. Miután végzett azzal a cérnával, lassan felállt, lassan félretolta a széket, lassan levette a szemüvegét, lassan átszámolta a pénzt, végül csak úgy félváról megkérdezte: Egész adagot vegyene! Aztán lassan kisétált a szobából. Lizához visszamenet felötlött bennem: Ne fussak el így, ahogy vagyok, rongyos házi köpenyben, amerre a szemem lát, és aztán lesz, ami lesz. Megint leültem. Liza nyugtalanul nézett rám. Néhány percig egyikünk se szólalt meg. Megölöm! kiáltottam hirtelen, és ököllel olyan erővel az asztalra csaptam, hogy a tinta kilöttyent a tartóból. Jaj, mit beszél? kiáltott felő is, megremegve. Megölöm! Megölöm! Rikácsoltam veszett düvel az asztalt verve, bár nagyon jól tudtam, hogy ostobaság ilyen veszettől dühöngeni. Te nem tudod, Liza, milyen csapás nekem ez a hóhér. Igen, a hóhérom. Most elment a kétszer sültért ez a... És hirtelen könnyekben törtem ki. Ez idegroham volt. De szégyeltem magam ez okogás közben, de már nem tudtam visszafolytani. Liza megrémült. Mi leltem magát? Kiáltozta körülöttem sörögve forogva. Vizet adj, vizet, ott van, né, mondtam gyenge hangon, bár magamban jól tudtam, hogy kitűnően meglettem volna víz nélkül, és teljesen fölösleges volt gyenge hangon dünnyögnöm. De ahogy mondani szokták, alakoskodtam, pusztán az illendőség kedvéért, bár valóban idegrohamom volt. Liza egészen megzavarodva nézett rám, ahogy ideadta a vizet. Apolló ebben a pillanatban hozta be a teát. Nekem egyszerűen úgy rémlett, hogy ez a hétköznapi prózai te a rettenetesen közönséges és szánalmas a történtek után, és elpirultam. Liza szinte rémülten nézett Apollóra, aki ránk se pillantva mindjárt ki is ment. Te lenézel engem, Liza? Kérdeztem merően ránézve, és már remektem a türelmetlenségtől. Szerettem volna tudni, mit gondol. Annyira zavarba esett, hogy nem is tudott felelni. – Így te át! – mondtam dühösen. Magamra voltam mérges, de természetesen neki kellett megszenvednie miatta. Szívemben hirtelen szörnyű harag támadt ellene. Azt hiszem, meg tudtam volna ölni. Gondolatban megfogadtam egész idő alatt egyetlen egy szót se szólok hozzá, hogy bosszút álljak rajta, hisz ő az oka mindennek, gondoltam. Már vagy öt percig tartott a néma csend. A tea ott állt az asztalon, hozzá se nyúltunk. Én odáig mentem, hogy csak azért sem akartam hozzákeddeni a teázáshoz, hogy ezzel még kínosabb helyzetbe hozzam. Ő neki pedig kényelmetlen lett volna elkezdeni. Szomorú meglepődéssel nézett rám többször is. Én konakul hallgattam. Természetesen... Csak is én magam lehettem igazán vértanú, mert teljesen tudatában voltam ostoba dühömnek, egész visszataszító aljasságával. De mégse tudtam törtőztetni magam semmiképp. Én végképp el akarok menni onnan. Kezdte csak azért, hogy valamiképp megtörje a csendet, de szeginke... Éppen erről nem kellett volna most beszélni egy ilyen amúgy és ostoba pillanatban egy olyan amúgy és ostoba embernek, mint én. Még a szívem is megfájdult, annyira megsajnáltam sutasága és fölösleges nyíltsága miatt. De valami utálatosság mindjárt elfolytott bennem minden szánalmat, és még jobban felherget Pusztuljon el az egész világ! Eltelt még öt perc. Nem zavarom? Kezdte félénken, alig hallhatóan is, már-már felállt. De mihelyt megláttam a megsértett önérzetének ezt az első fellobbanását, valósággal megremegtem a dűtől és mindjárt kirobbantam. – Minek jöttél ide, kérlek? Már mondd meg csak! – kezdtem zihálva, és nem is ügyeltem szavaim logikus rendjére. Mindent egyszerre egy szuszra akartam kimondani, és még azzal se törődtem, mivel kezdjem. – Miért jöttél? – Felej! Felej! – kiáltottam szinte eszeveszetten. Megmondom én, édes lelkem, miért jöttél? Azért jöttél, mert én akkor szívhez szóló szavakat mondtam. Na no, hát, kényes kerettél, és most megint megkívántad azokat a szívhez szóló szavakat. Hát tudd meg, hogy én akkor kinevettelek. Most is kinevetlek. Mit remegsz? Igen, és kinevettelek. Engem közvetlenül azelőtt egy ebéden megsértettek, akik akkor előttem oda mentek. Én azért hajtattam hozzátok, hogy eldöngessem az egyiket, azt a tisztet, de nem sikerült, már nem találtam ott őket. Valakin csak ki kellett töltenem a bosszúmat. Elértem a célomat. Te kerültél utamba, hát rád a haragomat, és téged nevettelek ki. Engem megaláztak, hát én is meg akartam alázni valakit. Engem rongyát értek, hát én is meg akartam mutatni a hatalmamat. Ez történt. Te pedig már azt hitted, csak is azért mentem akkor oda, hogy téged megbencselek. Igen? Azt hitted? Azt hitted? Sejtettem, hogy beleszédül és nem érti meg a részleteket. De azt is tudtam, hogy kitűnően megérti a lényeget. Így is történt. Falfehér lett. Mondani akart valamit. A szája fájdalmasan legörbült de mintha letaglózták volna a székre rogyott, és azután egész idő alatt nyitott szájjal, tágra meresztett szemmel, szörnyű félelemtől reszketve hallgatott végig. Szavaim cinizmusa, igen, a cinizmusa porba sújtotta. Megmentselek! Folytattam a székről felugorva és felalá előtt előtte a szobában. Mitől mentettelek volna meg? Hisz lehet, hogy én rosszabb vagyok, mint te. Hét nem vágtad a pofámba mindjárt akkor, amikor leckét tartottam neked. Miért jöttél hozzánk? Erkölcs prédikációt tartani? Hatalom. Hatalom kellett akkor nekem, játék kellett, a könnyeidet akartam. Megalázni, hisztériába kergetni, ezt akartam én akkor. De hát magam sem bírtam sokáig, mert rongyember vagyok, Megértem, és az ördög tudja, miért bolond fejjel odaadtam a címemet. De alig valamivel később még haza se értem már úgy cittalak a miatt a cím miatt, mint a bokrot. Akkor már gyűlöltelek, mert akkor hazudtam neked. Mert én csak játszom a szavakban. Ábrándoztam magamban, de a valóságban tudod, mi kell nekem? Az, hogy tűnjetek el! Nekem nyugalom kell. És azért, hogy békében hagyjanak egy kopejkáért, rögtön eladom az egész világot. A világ pusztuljon el, vagy én teát átihassak? Azt felelem inkább a világ pusztuljon el, csak én ihassak mindig teát. Tudtad-e ezt, vagy nem? Nos, hát én tudom, hogy ajas gazember, önző lajhár vagyok. E három nap alatt folyton reszkedtem a félelemtől, hogy eljössz. És tudod, mi a legjobban a három nap alatt? Az, hogy én akkor a féle hősnek látszottam a szemedben. Most pedig váratlanul ebben a rongyos házi köntösben koldusnak, hitvány fickónak látsz. Az imént azt mondtam, hogy nem szégyellem a szegénységemet, hát tudd meg, szégyellem, mindennél jobban szégyellem, és ettől félek a legjobban. Jobban, mintha tolvaj volnék, mert én annyira hiú vagyok. Hogyha lenyúznák a bőrömet, nekem a puszta levegő is fájna. Tehát csak ugyan nem eszméltél rá még most sem, hogy sohasem bocsátom meg neked, hogy ebben a rongyos házi köntösben találtál, amikor úgy rátámadtam Apollóra, mint egy mérges kutya. A megváltó, a minapi hős rátámad a szolgájára, mint egy rühes, kócos kis szobakutya, az pedig csak nevet rajta az iménti könnyeimet, amelyeket nem tudtam visszafolytani, és elsírtam előtted, mint egy megszégyenített fehér cseléd, azokat sem bocsátom meg neked, soha, és azt sem bocsátom meg neked soha, amit most itt bevallok, igen, te, csak is te vagy a felelős mindenért, mert így az utamba kerültél, mert én gazvickó vagyok, mert én a legaljasabb, a legnevetségesebb, a legsekélyesebb, a legostobább, a legirigyebb vagyok a világon valamennyi férek közt, pedig azok egy cseppet se különbek nálam. Legfeljebb soha se esnek zavarba, így aztán én egész életemen át fricskákat kapok minden tetűtől. Ez az én sajátosságom. Mi közön nekem ahhoz, hogy te ebből egy szót sem értesz? És mi közöm, mi közön, mi közöm nekem hozzád? Nekem te hozzád, meg ahhoz, hogy elpusztulsz-e ott, vagy sem. Tudod-e, hogy én most, miután mindezt elmondtam neked, gyűlölni foglak azért, mert itt voltál, és végighallgattad. Így csak egyszer tálal ki az életében az ember akkor is csak hisztérikus rohamában. Hát mit akarsz még? Mit akarsz még mindazok után? Mit tanyázol itt előtte? Mit kínozol? Miért nem mégy el? Ám hát, ekkor valami furcsa dolog történt. Én annyira megszoktam, hogy mindent könyvízűen gondoljak el, és mindent olyannak képzeljek a világon, ami ennek azelőtt ábrányjaimban megteremtettem, hogy akkor nem is fogtam fel mindjárt ezt a furcsa dolgot. Ez történt. Liza, akit megsértettem, porba tiportam, sokkal többet megértett, mint képzeltem ebből az egészből megértette azt, amit a nő mindig mindennél előbb megért, ha igazán szeret, és pedig azt, hogy én magam is szerencsétlen vagyok. Az ijegységet meg a sértődöttséget először szomorú csodálkozás váltotta fel az arcán. Amikor pedig aljasnak és gazembernek neveztem magam, és megerett a könnyem, Könnyezve fújtam végig ezt az egész szóáradatot. Görcs rándult át az arcán. Már-már fel akart állni, hogy félbeszakítson, amikor pedig befejeztem, nem erre a kiáltásomra figyelt, minek vagy te itt, miért nem mégy el, hanem arra, hogy bizonyára nekem magamnak is roppant nehéz volt mindezt kimondani. Meg aztán olyan elesett volt szegény. Hát hogy haragudhatott? Hogy sértődhetett volna meg? Valami ellenállhatatlan nekibuzdulással felugrott a székről, de nem mert elmozdulni a helyéből. Még mindig félt. Ekkor teljesen felkavarodott a lelkem. Liza hirtelen hozzám rohant. Mindkét karjával átölelte a nyakamat, és sírva fakadt. Én se tudtam megállni, és olyan heves zokogásban törtem ki, mint még sohasem. Nem lehetek jó. Nem engednek. Mondta, alig hallhatóan, aztán odamentem a diványhoz, arccal rábetettem magam, és negyed órán át hisztérikus rohamban zokogtam. Liza hozzám sémult, átölelt, és mintha megdermedt volna ebben az ölelésben. De mégiscsak az volt a helyzet, hogy ennek a hisztérikus rohamnak el kellett múlnia, és én undorító igazságot írok most a díványon hasmánt fekve, arcomat erősen a rongyos bőrpárnába furva, lassanként, távolról, önkéntelenül, de ellenállhatatlanul érezni kezdtem, hogy nekem most kínos lesz felemelnem a fejemet, és egyenesen Liza szemébe néznem. Mit szégyeltem? Nem tudom, de nagyon szégyenkeztem. Zúgó fejemben az is megfordult, hogy most végképp szerepet cseréltünk, hogy most ő a hősnő, én pedig ugyanolyan megalázott, porbati port lény vagyok, amilyen ő volt én előttem azon az éjszakán, négy nappal ezelőtt. És mindez már akkor eszembe jutott, amikor hasmánt a déványon feküdtem. Istenem, hát csak ugyan már akkor irigyeltem. Nem tudom. Mindmáig sem tudom eldönteni, akkor pedig természetesen még kevésbé tudtam felfogni, mint most. Hisz én nem tudok meglenni anélkül, hogy hatalmaskodjak, zsarnokoskodjak valakin. De, de okoskodással nem lehet megmagyarázni semmit. Következésképpen kár is okoskodni. Mégiscsak erőt vettem magamon, és felemeltem a fejemet. Valamikor csak fel kellett emelnem, és ekkor még most is szentül hiszem, hogy éppen azért, mert szégyeltem ránézni, hirtelen egészen más érzés fogott tüzet, és lobbant lángra bennem az uralkodás, a birtoklás érzése. Szememben szenvedély ragyogott, és keményen megszorítottam a kezét. Hogy gyűlöltem és vonzódtam hozzá abban a pillanatban? Az egyik érzés csak fokozta a másikat. Ez már-már a bosszúhoz hasonlított. Liza arcán először, mintha megrökönyödés, szinte félelem tükröződött volna, de csak egy pillanatig, aztán újjongva hevesen megölelt. Tizedik fejezet. Negyed óra múltán őrült türelmetlenséggel előre-hátra futkostam a szobában percenként odamentem a spanyol falhoz, és a résen átlestem Lizát. Fejét az ágyra hajtva a padlón ült, és bizonyára sírt. De nem ment el, és épp ez bosszantott. Most már mindent tudott. Bégképp megsértettem. De kár a szót szaporítani. Kitalálta, hogy szenvedélyen fellobbanása éppen bosszú volt, új megalázás, és hogy az iménti csak nem személytelen gyűlölethez most már hozzájárult az ellene érzett személyes éri gyűlölet is. Egyébként nem állítom, hogy mindezt világosan felfogta, de azzal teljesen tisztában volt, hogy én alávaló vagyok, és főleg képtelen vagyok szeretni őt. Tudom, azt mondják, hogy ez hihetetlen. Hihetetlen, hogy valaki olyan gonosz és ostoba legyen, mint én, még azt is hozzáteszik, lehetetlen volt meg nem szeretni Lizát, vagy legalábbis nem méltányolni ezt a szerelmet. De miért volt lehetetlen? Először is. Már csak azért sem szerethettem meg, mert ismétlem szeretni ez nálam egyet jelentett a zsarnokoskodással, az erkölcsi hatalmaskodással. Soha életemben nem ismertem másfajta érzelmet, és odáig mentem, hogy néha még most is azt hiszem, a szerelem éppen abban áll, hogy szerelmünk tárgya önként felruház a zsarnokoskodás jogával. Egérjükbeli ábrányjaimban sem tudtam másnak elképzelni a szerelmet, mint harcnak. Mindig gyűlölettel kezdtem, és az erkölcsi leigázással végeztem, de aztán magam se tudtam, mit kezdjek a leigázott alannyal. Meg aztán mi hihetetlen van abban, amikor már sikerült annyira megrontanom magamat. Annyira elszoktam az eleven élettől, hogy az imént képes voltam azzal vádolni, azt vetni a szemére, azért jött hozzám, hogy szívhez szóló szavakat halljon. Nem is sejtettem, nem azért jön, hogy szívhez szóló szavakat halljon, hanem azért, hogy szeressen. Mert a nő számára a szerelem a feltámadás. A menekvés bármiféle pusztító veszélytől, az újjászületés is, hogy ezt nem adhatja meg neki semmi más. Különben, hát nem is gyűlöltem én olyan nagyon, amikor ide-oda futkostam a szobában, és a résen át belestem a spanyol fal mögé. Csak elviselhetetlenül nyomasztotta a jelenléte. Azt szerettem volna, ha eltűnik. Nyugalmat kívántam. Egyedül akartam maradni az egérjükban. Az eleven élet, mivel nem szoktam hozzá annyira folytogatott, hogy még lélegezni, és alig tudtam. De eltelt néhány perc, és ő még mindig nem állt fel, mintha elbódult volna. Én voltam olyan arcátlan, hogy halk kopogással figyelmeztessem. Hirtelen felrebbent, felugrott, és már is rohant, hogy megkeresse kendőjét, kalapját, bundáját, mintha menekülni akarna tőlem. Két perc múlva lassan előjött a spanyol fal mögül, és súlyos tekintettel nézett rám. Én dühösen elnevettem magam, egyébként csak erőltetve az illem aztán elfordítottam a tekintetemet. Isten áldja! Köszönt az ajtó felé indulva. Ekkor odafutottam hozzá. Megragadtam az egyik kezét. Kinyitottam, beletettem, majd megint behajtottam. Aztán mindjárt félrefordultam, és gyorsan a másik szögletbe pattantam, hogy legalább ne lássam. Ebben a pillanatban hazudni akartam. Azt akartam írni, hogy fejemet vesztve magamon kívül, bolondjában véletlenül tettem, de nem akarok hazudni, így hát őszintén megmondom. Gonosságból nyitottam ki a kezét, és tettem bele. Ez akkor ötlött az agyamba, mikor fel alá szaladgáltam, ő meg a spanyol fal mögött ült. De határozottan állíthatom, hogy bár szándékosan követtem el ezt a kegyetlenséget, nem rossz szívvel, hanem csak ostoba fejjel tettem. Ez a kegyetlenség annyira mesterkélt, annyira kiagyalt, külön ez alkalomra kiókomulált könyvízű volt, hogy én magam se bírtam ki egy percig se, Először a szögletbe ugrottam, hogy ne lássam, aztán meg kétségbe esetten szégyenkezve Liza után rohantam. Kinyitottam az előszoba ajtaját, és hallgatózni kezdtem. – Liza! Liza! – kiáltottam ki a lépcsőházba, de csak félénken, halkan. Nem kaptam rá választ. Úgy rémlett már az alsó lépcsőfokokról hallatszanak fel a lépései. – Liza! – kiáltottam hangosabban. Semmi válasz de ebben a pillanatban hallottam, ahogy odalent, lomhán nyikorogva kinyílik a nehezen járó üveges kapu, és lomhán be is csapódik. Döngése visszhangzott a lépcsőházban. Elment. Töprengve visszamentem a szobába. Borzasztóan nehéz lett a lelkem. megálltam az asztal mellett, annál a széknél, amelyen ült és bambán maga mellé bámultam. Egy perc múlva hirtelen egész testemben megremegtem. Közvetlenül magam előtt az asztalon megpillantottam. Egy szóval megpillantottam egy összegyűrt, öt rubeles bankót, pontosan azt, amelyet egy perccel előbb a markába gyömöszöltem. Az a bankó volt, más nem is lehetett, Más nem is volt a háznál. Úgy látszik, sikerült az asztalra dobnia abban a pillanatban, amikor én a másik szögletbe pattantam. Nos, várható volt, hogy ezt teszi. Várható volt. Nem. Én annyira önző voltam. A valóságban annyira nem tiszteltem az embereket, hogy el se tudtam képzelni, hogy ezt megteszi ezt már nem tudtam elviselni. Egy pillanat múlva őrült sietséggel öltözni kezdtem. Septében magamra kaptam, amit tudtam, aztán hanyat homlok utána rohantam. Még kétszáz lépésnyire se éhetett, amikor kiszaladtam az utcára. Csend volt. Últ a hó. Csak nem függőlegesen esett. Dunnát terített a járdára, a kihalt utcára. Nem volt egyetlen járókelő sem, egy hang se hallatszott. Unottan és fölöslegesen pislákoltak a lámpások. Szaladtam vagy kétszáz lépésnyire a sarokig, és megálltam. Hova tűnt? És miért rohanok én utána? Miért? hogy térdre boruljak előtte, és bánatomban zokogva csókolgassam a lábát, esedezve kérjek bocsánatot? Igen, akartam ezt. Majd szétszakadt a és soha, de soha se gondolok vissza közönösen arra a pillanatra. De miért? Gondoltam mégis. Hát nem gyűlölöm meg talán már holnap éppen azért, mert ma a lábát csókolgattam. Hát boldoggá tudom mint tenni őt. Hát nem tudtam meg ma ismét, immár századszor, mit érek én, hisz én úgy is holtra kínozom. A hóban állva a ködös homályba bámolva töprengtem. Hát nem jobb, nem jobb lesz -e. Ámítottam tovább magam már itthon, később, önámítással igyekezve elfolytani szívem lüktető fájdalmát. Nem jobb lesz -e, ha örökre magával viszi? Épp ezt a sérelmet. A sérelem megtisztulás. Ez a legfájóbban maró tudat. Én mindjárt holnap bemocskoltam volna magammal a lelkét, és elgyötörtem volna a szívét, ez a sérelem pedig nem hal el benne most már soha, és bármennyire undok is legyen az a szenny, amely rávár, ez a sérelem felemeli és megtisztítja őt. A gyűlölettel, vagy talán a megbocsátással, egyébként hát könnyít ő rajta bármit is ez az egész. És valóban. Most már csak úgy felteszek magamnak egy meddő kérdést. Mi jobb? Az olcsó boldogság vagy a magasztos szenvedés? Nos, mi jobb? Ilyes mi motoszkált a fejemben, ahogy azon az estén a lelki fájdalomtól holt elevenen otthon ültem a szobámban. Soha nem álltam még ki annyi szenvedést, olyan kínzó bűntudatot, de hát, amikor elszaladtam hazurról, Lehetett akár egy szemernyi kétség is az iránt, hogy fél útról visszafordulok? Többé sohasem találkoztam Lizával, és nem is hallottam róla. Hozzáteszem még, hogy sokáig nagyon megvoltam elégedve a sérelem és a gyűlölet hasznáról mondott frázisommal. Jól lehet én magam akkor is kis héján búskomorságba estem. Még most, annyi év múltán is, valahogy túlságosan kínos visszaemlékeznem mindezekre. Most már sok mindenre kínos visszaemlékeznem, de ne hagyjuk itt abba ezeket a feljegyzéseket. Azt hiszem, hibát követtem el, amikor elkezdtem írni őket. Legalábbis egész idő alatt szégyenkeztem, amíg írtam ezt az elbeszélést. De hát ez már nem irodalom, hanem vezeklés hiszen hosszú elbeszéléseket írni arról, hogyan ment tönkre az életem azáltal, hogy erkölcsileg ott abban az odúban. Nem volt társaságom, elszoktam az élő valóságtól, és csak hívságosan dühöngtem abban az egérjukban. Bizonyisten nem érdekes. A regényben hősnek kell lennie, itt pedig szánszándékkal egy ellenhős vonásai vannak összegyűjtve, ami pedig a legfontosabb, Mindez fölöttébb kellemetlen hatást kelt, mert minnyáján elszoktunk az élettől. Többé-kevésbé, minnyáján nyomorékok vagyunk. Annyira elszoktunk, hogy néha szinte undorodunk az igazi, az eleven élettől, és éppen ezért nem bírjuk elviselni, ha eszünkbe juttatják. Hisz már odáig jutottunk, hogy az igazi, az eleven életet majdnem szolgálatnak, kis hiány robotnak tekintjük, és magunkban minnyáján azt valljuk, hogy jobb a könyvek szerint. És miért nyisgörődünk, miért bolondozunk néha, mire vágyódunk? Magunk se tudjuk. Hiszen csak nekünk lesz rosszabb, ha teljesítik szeszélyes kívánságainkat. Nos, próbálják meg, adjanak nekünk például több önállóságot. Tegyék szabaddá bármelyikünk kezét, szélesítsék ki tevékenységünk körét, mi rögtön visszakérezkedünk a gyámság alá. Tudom, hogy önök most megharagusznak rám emiatt, és toporzékolva azt kiabálják, csak magáról beszéljen, a maga nyomorult életéről ott abban az egérjükban, de nem merje azt mondani, mi, minnyájon. Már engedelmet, uraim, hisz én nem akarom igazolni magam ezzel a min minnyájunkkal. Ami pedig engem illet, én csak a végső határig vittem az életemben azt, amit önök a fele útig sem ernek vinni, és ráadásul még józanságnak tartják a gyávaságukat, és önmagukat becsapva ezzel vigasztalódnak. Úgyhogy talán még az sül ki, hogy én elevenebb is vagyok, mint önök. Vegyük csak jobban szemügyre a dolgot hisz még azt se tudjuk, hol is él most az az élő, és mi az, hogy hívják. Ha könyvek nélkül magunkra hagynak bennünket, mindjárt zavarba esünk, eltévedünk, nem tudjuk, mihez tartsuk magunkat, hová pártoljunk, mit szeressünk, mit gyűlöljünk, mit tiszteljünk, mit nézzünk le. Még az is nehezünkre esik, hogy az emberek igazi húsvér emberek, önmagunk legyünk, resteljük ezt. Szégyennek tartjuk, és azon iparkodunk, hogy holmi nem létező általános emberek legyünk. Minnyájan halva születettek vagyunk. Sőt, már régóta nem élő apáktól születünk. És ez egyre jobban és jobban tetszik nekünk. Egészen rájöttünk az ízére. Nem sokára már kitaláljuk, hogy valami eszmétől szülessünk no de elég. Nem akarok többet érni az egérjükból. A paradoxonok emberének feljegyzései egyébként még itt sem érnek véget. Csak nem bírtam megállni, tovább folytatta. De mi is azt hiszük, hogy itt már abba lehet hagyni. Vége. Előadta Korek Mária. Köszönöm a meghallgatást.